Dunaszerdahelyen a polgármesteri posztért négyen függetlenként indulnak. Dakó Sándor másodszor méretteti meg magát. Hakszer Roland, Herceg Andrea és Horváth Zoltán, aki szintén független jelöltként a Most itt támogatásával indul, pedig először próbálják elnyerni a választók bizalmát. A Magyar Közösség pártja ezúttal is Hájusz Zoltánt indítja, aki a város polgármestere. A 21-re csökkent képviselői helyre 52-en pályáznak. 45 politikai pártok jelöltek, 12-en pedig függetlenként indulnak. Az első választókörzetből 5 képviselő, a második választókörzetből 6 képviselő, a harmadik választókörzetből 5 képviselő, a negyedik választókörzetből pedig 5 képviselő kerül majd be a testületbe. Dunaszerdahelyen mintegy 19.200-an szerepelnek a választói névjegyzékben. Választói igazolvány nem kérhető, mert mindenki csak az állandó lakhelyén szavazhat, de a Dunaszerdahelyen állandó lakhelye rendelkező külföldiek is leadhatják voksukat. Indokolt esetben mozgó urna is igényelhető, legalább a választások előtt 2 nappal, de még a választások napján is a választási bizottságoknál. Szavazni csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet. A fel nem használt vagy hibásan kitöltött szavazólapot a választónak egy másik urnába kell helyezni, egyébként szabálysértést követel és 33 eurós bírságot kell fizetnie. A szavazóhelyiségek a 18 szavazókörben 7 órától 22 óráig tartanak nyitva.